Az MB2 újoncával találkozott január 11-én a Szerencsvárosi Sportegyesület kosárlabda csapata. A mérkőzést a hazai fiúk nagyon komolyan vették, hiszen a hatháziak edzője a volt válogatott Valke Károly, aki az információk szerint komolyan elkezdte építeni a gárdát. Ennek a munkának az ellenére kiderült, hogy bár szervezett játékot mutatott az ellenfél, azonban a hazaiak sebessége még soknak tűnt a hajdú hatháziaknak. A szerencsi gárda kisebb hullámvölgyektől eltekintve végig jól teljesített, így folyamatosan nőtt a különbség. Gulyás László edző szerint látványosan és eredményesen játszottak a fiúk, teljesen megérdemelten nyerték meg ezzel a nagy különbséggel zsinórban a negyedik mérkőzést.